Ebédhez készülődnek az egyik bajai szálloda éttermében. A felszolgálók és a szakácsok között több olyan is van, akik valamilyen OK és papírral a zsebükben kaptak munkát ezen a helyen. Nem véletlenül, hiszen a képzések népszerűségét és a jelentkezők számát tekintve a vendéglátó szakmák az első helyen vannak. A szálloda évek óta alkalmaz tanulókat, akik közül többen az iskola elvégzését követően is itt helyezkednek el. OK-s tanulóink idén is nagy számmal jelentkeztek, főleg szakács területén, de előfordul pincér jelentkező is. Gyakorlati oktatóhelyként nagyon sok diákot fogadunk szakközép, illetve szakmunkás képzőből is ugyanezekre a területekre. Diákjaink itt szállodai területen a vendéglátás minden részét megismerhetik, hiszen a reggelitől az állakárton keresztül a rendezvényekig minden előfordul nálunk, úgyhogy egy nagyon átfogó ismerettel távoznak tőlünk a diákok. A sikertelen felsőoktatási felvételiket követően augusztusban minden évben megnő a képzésekre jelentkezők száma, de nem csak a felsőoktatásból kimaradók, hanem a fiatalabb korosztályok is már időben szakma után nézhetnek. Ezek azok a szakmák, amire ösztöndíjat fizetnek. Rab Zoltán, a Bács Szakma ZRT vezérigazgatója éppen azokat a szakmákat mutatja, amelyek elsajátítása alatt egy kis pénzt is kaphatnak a tanulók. Így például ácsnak, köművesnek, asztalosnak vagy éppen lakatosnak ebből a szempontból is megéri jelentkezni. Fontos, hogy most már nem csak az első szakma ingyenes, hanem a felnőtt képzésben megszerzett második tanfolyam is térítésmentesen vehető igénybe. Igénytől függően gyakorlatilag az év bármely szakában indulhat felnőtt képzésben OK és képzés. Jellemzően ebben a legkeresettebb a hegesztő, tehát a gépészeti szakok, illetőleg az ápoló, a szociális vonal, tehát nagyjából ugyanaz a helyzet, mint a nappali rendszerűeknél. A felsőoktatásba vágyók számára azért is előnyösek ezek a képzések, mert egy esetleges későbbi felvételi esetén pluszpontok járnak a képzés elvégzéséért. Rab Zoltán hozzátette, a szakmák megszerzésével gyakorlatilag minden olyan személy el tud helyezkedni valahol, aki valóban dolgozni szeretne.